1998 óta élek Magyarországon. 2007 óta magyar állampolgár lettem. Én Magyarországon, vagy Magyarországot választottam második országomnak, mert úgy érzem, hogy a világ értékekhöz tartozik. És ha nézünk, a március 15-i ünnep, vagy a forradalom, ez pont. Ezen a napon a magyar nép határozza, és hangosan mondta, hogy milyen értékeket akart védeni. Tehát, ha most újra nézzük ezeket a szövegeket, mit kíván a magyar, szerintem mai napig hangosan kell mondani, mai napig hangosan kell védeni. Mert a szabadság, a egyenlőség és a testvérség, ezek univerzális értékek.